Azt magyarázd el nekem, hogy miért nem lehet az, hogy egész Európában ugyanolyan jó idő van, Fifika? Hát uh, mondjuk beszélgessünk az időjárásról, a tegnapiról. Nálad, nálad, nálad milyen idő volt? Hát ez a ez a fos szar. Igazából. Hmm. Tehát addig volt jó idő, amíg uh, hétvégén dolgoztam. Tehát úgy, hogy uh, háromszor mentem ki elektronikus cigarettázni, és úgy jöttem haza, hogy megkérdezte a feleségem, hogy te biztosan dolgoztál, mert le van barnulva a tarkód. Na, wow. ilyen idő volt hétvégén, ezzel ellentétben tegnaptól meg Nem. De mondjuk az havas eső nem esett, ugye? Ne idegesíts, <laughs> hogy nálad az esett. De, 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 de. Tehát így reggel, tegnap hétfő reggel elkezdett szakadni az eső délelőtt, és délután így kinézek az ablakon, mondom nézem most vagy én vagyok a Mátrixba, és lassan esik az eső, vagy az ott ó. <gül> 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 és hó, és, és eső, és fú. Hát fönn a Hargitán, ott konkrétan már nem eső esett, hanem hó. És húsvét reggel is, tehát így kimentél, és érezted, hogy ilyen paromi hideg ez az eső. Tehát, mintha nem is tudom, mi lenne. Tehát, mintha ilyen jeges, <laughs> vizes kancsóból döntögetnék. De nem volt jó. Ez a, hogy is mondjam neked? elképzeltelek magam előtt, mint Neo a Matrixban, így, így, próbálsz a jeges esőcseppek elől elhajlongani. Vicces látvány volt gondolatban. Ha, igen, igen, igen. Így kitettem a kezem, és így néztem. Ú, nézd már, van, amelyik -e lassabban jön le. <laughs> Na de, mi történt veled husvét alkalmából? Hát, ahogy az előbb is mondtam, hát én munkával ünnepeltem meg a, a húsvétot, és Tahanovista. Is kétszer. Igazából a, ugye kedv van most, hogy felveszük az adást, hétfőn lazulás volt, chill volt, nem locsoltam meg senkit, mert nálunk ez itt nem az, hogy nem divat, hanem inkább annak hálásak a hölgyek a környékemen, hogyha nincsenek meglocsolva. Úgyhogy lazulás volt, pakolászás volt, mert a családom egyik fele már azért kérdeztem Európát, mert ahol most ők vannak, ott süt a nap, és jó idő van, és meleg van, és egy szápoló, itthon meg szitál az eső, és, és csak a szenvedés van, úgyhogy nem volt túl lélekem elő, mikor a videó telefonálásban azt láttam, hogy ott süt a nap, és meleg van, ahol ő van, de hát most mit mondjak, nekem ez jutott. Ez van, kérlek szépen, de például csíkban biztos vagyok, hogyha a globális földmelegedés szeged környékén fölüti a fejét, akkor tudja, hogy kiköltözök ide. Mert itt kicsit, hát itt 10 fokkal mindig hűvösebb van, vagy 12-ben már nem is tudom. Úgyhogy, ja nekem meg a Húsvét ilyen ilyen, hát egyrészt ilyen sorozatba mélyedés volt a az is, az, is, tényleg, Talált, az is volt, igen. Találtam egy baromi jó sorozatot, ha nem láttad még, akkor Mi az? figyelmet be ajánlom. A kijelölt túlélő. Nem láttam ezt, így uh, be-own. Nem, 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 nem. A lányom ajánlotta, és uh, hát valamelyik kedvenc uh, uh, szerverünkön van fönt, magyar fölérattal, és egy évad az 21 rész, tehát így föl kell picit kötni a gatyát, de baromi jó kiinduló alap, hogy én nem tudtam ezt, lehet, hogy te tudtad, hogy amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke és alel alelnöke egy helyen van, akkor kijelölnek egy úgynevezett kijelölt túlélőt. Tehát ha bármi történik, akkor a kielőtt túlélőt esketik fel azonnal elnöknek. És a, a kongresszusba tart beszédet az elnök és az alelnök, és ott van a teljes kongresszus, és így konkrétan rájuk robbantják a kongresszusi épületet. Úgyhogy azt hiszem egy ember éli túl. És hát ez a csávó meg ott piázgat egy ilyen védett szobába, meg izé nézi a kongresszust, és csak egyszer csak elmegy az adás, azt belőle lesz az Amerikai Egyesült Államok új elnöke, és akkor erről szól a sorozat, hogy, hogy ő nem is akart elnök lenni, de egy ilyen tök becsületes fickó amúgy, nem is tudom, valami lakásfejlesztési miniszter volt, de már éppen föl akarták függeszteni a, a miniszterségéből, és hogy hogyan birkózik meg, a, ugye ez egy terrorista fenyegetés hogy így fölrobbantottak mindenkit, meg, meg, hogy kik csinálták, hogy csinálták, ő hogy lesz a helyzeten. Tudod, egy ilyen fehérházas belső sztori az egész, de nagyon jó, barom van benne mindenféle akció egyébként, és, és nem a muszlimok voltak, ezt így elárulom előre. De most közben épp azt néztem, hogy, hogy ha jól látom, ez a Jack Bauer. Hát ne, nem a Jack Bauer, hanem... Hát igen, igen, a hmm. Sutherland Kee kölyök. Donald vagy Kiefer? Kiefer, Kiefer azt, Kiefer azt Kiefer hiszem. Igen. És meg kell, hogy mondjam, hogy sokat fejlődött. Tehát, uh, Az utódlási sorrendről eszembe jutott egyébként, ha nézted a elnök végveszélyben... Támadás a Fehérház. Mit tudom is én, hogy melyik volt. De azt hiszem az elnök... Na, néztem, szerintem mind a kettőt. Hogy Igen. mikor ott az elnököt azt hiszik, hogy halott, akkor jön az alelnök, aztán mikor az alelnöknek a, ugye az Air Force One-t lelövik, akkor jön a, a kongresszus képviselőházának elnöke az utódlási sorban. Tehát ott is lehetett már látni, hogy ez nem ilyen véletszerűen, vagy. Ah, épp nem, a királyér, akkor nem, nem. ugorjon már be. Nem. Ja. És akkor mi, miután így egy helyen volt mindenki, ilyenkor kijelölnek egy ilyen, úgy hívják, hogy kijelölt túlélőt. Ezt tudod, mire S hasonlít? A, ennyi. Várja melyik volt az a film? A, tudod, amikor valami közös fotón voltak a, a, az angol királyi ház és. Ja, e, és is mindenki nagyobbágott, és akkor a, a, hogy hívták azt a enyhén pocakos amerikai. Színész. Tudom, Má tudom. Már nem tudom. tudom, igen, és akkor ő volt az, aki beugrott, mert ő volt a tizenharmad akárki. Leszármazott, igen. vagy élő rokon, vagy nem tudom én akármi. Jó, ez jó, ez köszi, ezt, közzi, ezt ö, megfogom ma este, kikölcsönzöm a videotékából. Nézd meg, mert jó, szerintem. Én most a... Tudod, mit kezdtem el? Van egy új sorozat, a... Hú, ki játszik benne, ki volt a mondjad már, micsoda nőből a pasi? Igen, igen, tudom kire gondolsz. Igen, igen, az játszik benne. Angli Angliában, Londonban játszódik, egy rész van fönn, idáig az HBO-n, és hú, nagyon-nagyon sok szál, és gyanúsan fura, hogy be kell ütni a szülői kódot, tehát vannak benne azért vad részek. És valamilyen ilyen újságírás, gyilkosság, elveszett lány, elvált feleség, nagyon Minden, messze, messze vagyunk még a cselekmény száll kibontásától, igen. De, de az is érdekesnek látszik, meg hát zajlik a többi, tehát a SEAL Team, Blacklist és Anyám Kínja, Úgyhogy, milliárdok nyomában. Új, jaj, Istenem, annyira komoly volt ez az utolsó rész. Hú, az, nézted? Há, Hát hogy ne? A, Há, hogy ne? A beöltözött elmegyek, és felavatnak jaj, beavatnak szegényként, az De, azt de úgy durva úgy sajnáltam. Figy, de így kell méltósággal viselni a megszivatnak. Tehát, na, baromi jó volt megint. És megint várhatunk egy hetet, és uh, trónok harca második rész, és uh, megint megfektették az HBO szervereit. Sőt, az, ama az Amazon azt hiszem uh, uh, hamarabb uh, elérhető volt az Amazonon a második rész, mint bárhol máshogy a világon. Hát meg Mert... én úgy tudom, hogy az első is, meg a második is, idő előtt kikerült. Azt nem tudom, hogy pont Amazonra el vagy... Én, én ezt a sztorit hallottam, hogy valaki elkezdte nézni még mielőtt ugye hivatalosan megjelenne a világon a, a második rész. Valaki elkezdte nézni az elsőt, vége lett és így nézte, hogy az meg folytatódik a másodikkal. És elkezdte a lejátszást nézni. Tehát lehet, hogy nem volt kielesítve, tudod, még a weboldalon, de az automata lejátszó már látta a linket és küldte, vagy kezdte lejátszani a, a második részt. És így mondták is, hogy hát ez az oké, okay, hogy mindenféle kamu jeleneteket is leforgattak, meg senki nem tudta, hogy mi lesz a vége, meg hogy kiül a tróra, de hogy azért ez még így nem nagyon jött össze, hogy premier előtt ne szivárogjon ki valami. De jó egyébként, tehát tudom, hogy te nem vagy trónokharc rajongó, velem uh, ellentétben, de de jó. Na, Cserébe én a szeretem kéz. a meleget. Sze Szereti, az néz. <laughs> jó lesz ez ma nyáron Charlie, tehát a, ilyen harmincba. E, <laughs> ja nem, azért mondtam. <laughs> vagy plusz -ba. <laughs> Első körben azért, mert hogy múlt héten majdnem lecseréltem már a téli gumit és milyen jó, hogy nem cseréltem le, mert mentem hétvégén is munkába, és bepittyent a három fok, meg, meg az öt fok, úgyhogy egészen csalóka volt így az időjárás. Aztán a másik, ami miatt szeretem a meleget, hogy ma is közelebbről megismerkedtem a forró pákával, illetve forró, nem bazd meg, ilyen gyorsan megnéztem. Tehát... Sisterget? Meg, hát kifehéredett egy pillanat alatt az ujjam, rohadjon el. Aztán gyorsan hideg víz, meg jégzselé, meg az anyám kinya, úgyhogy most már kezd, kezd normális lenni, majd gondolom, hogy ledobja a bőr magát, mint a, mint a kígyó bőr le fog válni, de hát a forrasztás szent oltárán ennyit kellett adóznom, mert ugye készülünk egy holnapi live-ra, oda kellett kroma háttér, ugye, azokat állítgattuk be a fényeket, meg az anyám kínját, ide még kéne led, oda még kéne led. gyorsan forrasszunk egyet, szarapáka, itthon van az enyém, nem jövök haza, nekem is van nem tudom hova rakni, mozog az egész, és akkor így idegességemben így forrasztok, forrasztok, nem melegszik, nem melegszik, kicsit jobban oda és így, így ugrott egyet, és így pakk, így rá az ujjamra. Oh! Na, szóval, ja, de hála Isten sikerült beállítani, úgyhogy nagyon fasz a kis kroma green hátteret, barkácsoltunk össze délután azért is. Csúsztam egy kicsit. Körülbelül ennyi, de, de lesznek még itt meleg témák, hogy így fogalmazzunk. Csapjunk a lecsóba? Csapjunk a lecsóba. All right. Kezdjed. Angliában van egy jó kezdeményezés egyébként. Ha kicsit magyarítani akarnánk ezt a, a címet, akkor ezt úgy hívnánk, hogy Váprilis. Ö, igen, ami, jó szar. Ami a véper véper Április kezdeményezés. És hát április 8-ától kezdve az Egyesült Királyságban van egy büdös nagy Inokin Endura 2-vel föl, díszített, uh, emeletes, mert hát milyen lenne, ha nem emeletes busz, és uh, gyakorlatilag ugye az Endura T18-2-ről majd beszélünk még ma, tehát ott, uh, ott uh, nem ragadnánk le, de hogy ennek az egész uh, uh, kezdeményezésnek uh, uh, az a a, hogy is mondják ezt a célja, hogy a, a dohányosokat terelje az e felé, és most ebből az alkalomból az Inoki Nendura T18 Római kettő készlet az Egyesült Királyságban az ártalom csökkentés fókuszába került, illetve hát ezt ajánlják a dohányosoknak, hogyha át szeretnének lovagolni a vépelés kényelmes és nem annyira büdös nyergébe. Ó, de szépen mondtam. Hát igazából tulajdonképp ez egy bazi nagy reklám a buszon, gondolom a, a Zinokin megvette a, a reklámfelületet, ahogy nézem London, Birmingham, Manchester és még egy pár városban van ez az Endura T18 MK2, fogalmazzunk oh, Igen, így. MK2. És ahogy a Vaping 360-at nézem, ez ugye egy ilyen szponzorált megjelenés, és az inokin a, az oldalára mutat egy link. Annyi van még, hogy, hogy itt lehet spotolni a buszokat, és nyerni, gondolom, valami ilyen készséget, ahogy... Mm, igen, igen, és ez, ez egészen... Tehát hogy ez az egész országra kiterjed amúgy ez a, ez a kampány ugye mert nem, nem csak a buszokon hanem Facebook Instagram oldalak vannak létrehozva ezzel kapcsolatban és valóban amellett nyilván hogy minél több in, 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 inokin lendura t 18 es készüléket adjanak el. Ez mellett azért hát ha tudnám hogy mi az az Ukvia? akkor azt megmondanám, valószínűleg valamilyen szervezet, aki, aki ezt az egész akciót bonyolítja, és a, a kimondottan a dohányosok felvilágosítása a kampány célja, amire ezt a készüléket találták meg. Mondjuk úgy, hogy kampány, kampányarcnak. Hozzátenném zárójelben, hogy micsoda hatalmas nyeremények vannak a weboldalon, nem akarok gonoszkodni, de ne gonoszkodj. Meg, megreklámozzák ugye itt a buszon, és, és olyan hatalmas, azt mondja, a nyertesek egy párat kaptak ebből a készülékből, és itt van két Instagram, meg két Facebook felhasználó név, folytatódik a játék természetesen, de hát na, Szóval, ha jól számolok, akkor 8 uh, darab uh, endura készülékkel körbe stand az Instagramot, meg a Facebookot egyszerre, és virális marketingolnak. Nem rossz, nem rossz, de na hát azért uh, na. tudnék én lényegesen uh, jobbat is. Tegyük hozzá, hogy ezt nálunk nem, nem lehetne megtenni. Hát nálunk lassan az se lehet, hogy. Tényleg a likvides palackot is majd a barna papírzacskóból vesszük ki, mikor megtöltjük az i leple alatt a kazánunkat. Igen. Lesz, lesznek ilyen lefóliázott töltőpontok, tudod. Épp mondta párom mentek, ugye, oda, ahova mentek, és Bécsi indulással volt, és hogy én mennyire szeretném a Bécsi repteret, mert ott a repülőtér közepén van egy ilyen dohányzó pont, ahol lehet akár vépelni is. Azt mondja, hogy nem biztos, hogy szeretnéd te azt a, te azt a dohányzó pavilont hát, meglátogatni. Münchenben is, nem műkön, ő Zürichben is ilyen volt, büdös-büdös, de hát, hát ügy... igen. Üvegfalú dohányzó a váró közepén. Na, egyébként a magyar se sokkal jobb, mert hiába van kiírva, hogy hogy hol nem lehet. Mindenki megáll az ajtótól egy méterre, és úgy kell átvágnod, átverekedned magad a, a büdös füstszagon a terminálon is, és pont mindenki szarik rá, hogy hol kell cigizni. Egyébként valami érdekesség a magyar termináról, hogy ott ott van egy ilyen. a külső résznél van valami kis ilyen iszogatós rész, és hogy, hogy ott lehet sört kapni, és hogy mindenki azt érzi, vagy, vagy arra támad kedve, hogy én bármikor indultam hajnalban, reggel, délután, este, kimegyek oda, és hogy ott mindig kényszeresen azt érzik az emberek, hogy ha itt ilyen van, akkor adni kell a, adni kell a lifestyle-nak, és akkor ott isszuk, hajnalban, amikor még tudod, rátelepedik még a zúzmara is, de te hideg, de te hideg sört iszol, és közben szívod a cigarettádat. Tehát így, de miért? Nyáron így, így meg tudnám érteni, de hajnal fél hatkor, neked van arra ingerenciát, hogy hideg sört így áll hidegben, hogy még cidriz? Nem, nem tudom, de mindegy. Adjunk az életérzésnek, tudod. A németek ilyenek egyébként, tehát... Elég sokat repültem, és tényleg ez, ez van, hogy bemész a, a reptére, és mit tudom én, Stuttgart, Dortmund, bemész a büfébe, és pazd meg, ezek reggel hat órakor isszák a sört. Tehát így gyomorra gondolom, mert kaja nem volt előttük, csak a sör, érted? Ezzel érzik jó magukat. Kávésör. Hello. Érted? Azt még, ugye ott még dohányzó se kellett, hogy legyen, csak német ember, aki sert iszik korán reggel. Mondjuk azt a sört, azt tudnám inni én is, korán, akár korán reggel is. De ha már a németeknél tartunk csárosz, akkor én most már nagyjából föltérképeztem a, a lehetőségeket, és akkor uh, Stuttgartba úgy mennénk, hogy közös autóval. Tehát uh, azt még nem tudom, hogy melyik nap akarsz indulni. Péntek. Igen. Péntek. Mert azért, okay. mert hogy ki van fizetve a szál, lás. Lás. Jó, akkor péntek. Reggel ott vagyok nálad, és beváljuk magunkat a, a Microbuszba, és váltott sofőrökkel elhajózunk Stuttgart irányába. Nem tudom hány óra az út. Hát ez tíz, ha jól emlékszem. <laughs> <laughs> Oké. Okay. De a órás okay, utakban már rutinunk van. Megint azt csináljuk, mint Ezt a a, a, a Seal van ez, hogy ők is mikor mennek akcióba, akkor tudod, ezekkel a Volkswagen lekoszlott transporterekkel mennek, és ők csak scooby vennek hívják a dolgot, mert olyan, mint a scooby doo volt, ugye? Hát majd mi is megyünk a scooby vennel, aminek a vezető oldali ülése alatt ott van a psz, -psz illatosító. Nem lesz ott, mert ó, már a kocsiból. Ó, volt, de úgy. sajnálom, jaj, jaj, jaj. <laughs> Nem lesz ott a psz, -psz illatosító. És és ha már együtt megyünk, akkor elfogadsz éjhálótársadnak? E mit tudsz felajánlani? De semmi, de semmi buzulás. Buzulás nuku, buzulás nuku, <laughs> mit tudsz felajánlani? Hát mondjuk ad, adok egy óra előnyt az alvásba. <laughs> Ó, meg te ilyen horkolós csávó vagy? Ajaj. Igen, Húrvá igen. Igen. Jó, hát akkor kérek szépen egy Bose Noise Cancellation alváshoz kifejlesztett füldugót, nem drága, szerintem 60 ezer körül meg lehet csípni. É, köszönettel Aha. elfogadom, és akkor horkolhatsz, ahogy akarsz. Lesz nálam vattam egy jó teletömöm a hallójárataidat. Ez kurva jó, ez baromi jó. Ó, <hazd> És Figyelj, mégsem tudok menni. <hazd> picsába. Na mindegy, jó. Zsír. Pihent ki magad előtte, és akkor nem fogsz horkolni. Vagy fogyjál le addig. Vagy valami. Oké. Okay, jó. Nem tudom. Jó. Te is. Jó van. Zsír. Te, te nem horkolsz? Én nem. Na, ez majd Én nem horkolok. Én olyan vagyok, hogy mint a fejbe vágtak volna, és aztán azt kell nézegetni, hogy te ez él még. Uh -huh figyelj már neked, milyen belépőd lesz, vagy van egyébként, mert ugye az első napban... Az... Semmilyen. Tehát ezt most így barom egyszerűen meg tudom neked fogalmazni, hogy semmilyen. Értem. De ugye, péntek, tehát pénteken nem tudom, mikor érünk oda. Tehát uh, szerinted még pénteken be fogunk menni? Be, eh, muszáj lesz. Muszáj lesz, mert az a, a bizniszes nap. Tehát ott egy kicsit több idő meg legalább annyit akarnék, hogy akkor a pasztát De Akkor éjfélkor el kell indulnunk, Hát, Fifika, ebben nekünk rutinunk van. Az azt jelenti, hogy én tíz órakor el kell, hogy vagy fél 11 el kell, hogy induljak. Ilyen ez a pop szakma. Előtte való nap szerintem én is dolgozom, de én úgy gondolnám, hogy az lenne a legjobb, hogyha most én kezdeném a vezetést, és te, Pihegnél addig, mert mit tudom is én? Mert én későn fekvő vagyok, vagy valami, vagy bármi. Na, mindegy is, de be tudok menni belépő nélkül is, mert a német partnerünk az kiállít elméletileg. André? Igen. All right. csinálunk hát, akkor. Nem, most nem hogy elméletileg, hát ott vannak a a kiállítók között. Tehát uh, az csak annyi, hogy kijön értem, hoz egy ilyen nyakba az bemegyek, kész. Jaj, mekkora celebek vagyunk, mekkora celebek yes, vagyunk. Yes yes, 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 Jó van, csapatás van ezerre. Majd akkor megbeszélem a a Bartók Csabival, hogy most akkor ennek ismeretében jön-e, vagy sem, vagy hogy lesz, mert ő volt az, aki bejelentkezett volna a ö, szobára, vagy megkérdezem, hogy horkol-e. Jaj. Jaj. Vagy tudod, majd így fű alatt, fű alatt majd, semmi, csak följön egy darab papírér, és akkor ott héderel a földön majd. Hát maximum. Bartok Csabi volt nálam, egyébként ezt pont erről nem beszélgettem vele, vasárnap fél nyolckor itt volt a panzió előtt, Parker. Melyik fél nyolc nyolcra, reggel? Nyolcra beszéltük, itt lakik egy... De hogy reggel tudom, vagy este? Ötve. Reggel. Itt Ady lakik egy ötven kilométerre, és akkor mondta, hogy neki reggel jó. Hát mondom, oké, mert 10 órára én is hivatalos uh, vagyok uh, húsvéti reggelire, bárány húsra, és, és hogy akkor addig dumálunk meg, hát egy kis üzemlátogatás, szétnézett, meg, meg beszélgettünk egy kicsit, ugye ő kint dolgozik Németországba, de egy abszolút jó fej gyerek, tetszett neki minden, ittunk két kávét, jól el voltunk, és akkor 10 órától én pedig mentem ilyen szentelt, mert, mert, hogy itt képzeld el az a szokás, hogy én még ilyet nem, nem, láttam, megosztottam egy cikket a, a Facebook oldalamon, hogy állnak érted, de olyan tömeg és olyan fegyelmezetten sorba, mindenki a kis garabóit fogja a sonkával, báránya, tojással, kolbásszal, akármivel, és akkor jönnek a papok, és így mennek a sorba, és így mindenhol szentelik a, az ételt meg. És ők húsvétkor csak szentelt ételt fogyasztanak. Érdekes volt, én még nem voltam itt kint húsvét lenni, de hát így egy picit beleláttam ebbe a sztoriba. Jó pofa volt, tehát nálunk ez abszolút nem szakás, vagy nem tudom, a szokás is, de nem, nem ilyen mértékben. Tehát nem tudom, hogy van-e a városban ilyenkor valaki, aki, aki, nem szentelteti meg a, a sonkát, meg a bárányt egyébként. Na mindegy, ez csak ilyen kis színes volt. A, a Inokinról jutott eszembe, hogy most stand volt elég sokat egyébként a, a Phil Bussardo is, meg a, a Vaping Greek is, tehát a Dimitris valami. Agrafiotis, vagy Agriafi valamit is. Akármi. Igen. igen. Ugye, hogy ők valami stratégiai megállapodásban vannak az Inokinnal, Nel, hozhez és együtt fejlesztettek egy újabb eszközt. Ugye, ők már túl vannak egy, egy ilyen MTL kazánka Fejlesztésen is, és Így most, van. most a. Van nekem is. Igen. Yes. Most a pod vonalban indultak el, és ez a Z-Beep neve kis cucmák lenne, ami most akciósan, ahogy nézem, az Element vépnél nél 60 helyett 43 dollár in stock, és azt írja, hogy Hát azért ez már, ez már kimozdulós cucc, mert nem kicsi, két millis űrtartalma van, ha jól látom, 1500-as újra tölthető aksi van benne, három darab teljesítménymód, tehát 11, 14, 16 watt között lehet állítani, all van one design az egész, tehát nem olyan, mint a kis vépkavicsunk, de még mindig egyben van az egész, a csutora, szopóka, szipka, drip, bárhogy is hívjuk, az egy ilyen porvédő kupakkal rendelkezik, tehát amit te is De szeretsz. Ez vagy... az én nagy kedvencem. Igen, ezt én is mondom. Az oldalán van egy elég hosszú tűzgomb, vagy mondják ez bárhogy is, mit tudom is én, tehát ez a amivel izzítasz. Kényelmesnek tűnik. 0,48-as... Z-Plex 3D Kantál Mesh Coil megy bele, vagy 1,6 ómos Z-Kantál Coil, kompatibilis egyébként az összes Z-Coil vonallal, tehát az Inokinnak most viszonylag sok olyan ketyeréje van, hogy, hogy a külső más, a felhasználás más, de ugyanazokkal a betétekkel, betétekkel lehet használni, ami tök jó, mert nem kell ezen agyalnod, hogy úristen, hogy, meg akkor most veszek egy újat, abban nem lesz jó az, tehát ez egy jó pofaság. Állítható a levegő mennyiség, a top cap-en keresztül, tudod, ez az eltekerős, újratöltős rendszer, mikro USB-vel tudod tölteni, és ilyen borzasztó fancy színekben lehet kapni, mint ragyogó rózsaszín, csillogó, fekete, csillogó, fehér, dűne bronz. Ez jó is néz ki egyébként, ez a dűne, ilyen, ilyen érdekes. A dűnebronz? Hát ugye bronzba van, kékbe és zöldbe, ilyen homok hullámszerű mintázata van a készüléknek. Szerintem ez a tudod, amikor elkezdesz gondolkozni rajta, hogy mi az a minimális maximum, amit ki lehet hozni valamiből. Hát mi gyakorlatilag én ez ilyen, szerintem ez a ez egy héként le lehetne róla igazából húzni és filére kér cserélni, de az a, az a fekete az még olyan kis diszkrét is számomra nem hivalkodó de egyébként méretre nem is kicsi. Tehát azért na, 1500 milliamperes aksi van benne, tehát nem, nem, hogy mondjam neked, finoman nem szarra gurítanak, tehát nem ilyen 3-4-500 milliamper órás, hanem ezzel tényleg el lehet indulni. És szép kis pak, mert ugye a készletben benne van a, a, a pod, az Axi, a AFC gyűrű, a, van benne egy 048-as uh, coil, van benne egy 1.6-os uh, kantál, van benne uh, egy, uh, hogy mondják ezt a csőrös flaska, amivel tudod tölteni, mikro USB kábel, tehát tényleg likvid kell bele, azt csókolom, és ahogy nézem, itt az Element vépnél lehet, uh, lehet kapni nem tudom baszki, hogy ez most mire vonatkozik, mert azt írja, hogy szuper szólt, 30 meg 50 milligrammos, meg van sima szólt, az 24-es meg 48-as, tehát ők is ezen vannak, hogy sós Minél, a magasabb tartalom. Igen, a tengeri likvidekre mennek rá, sós, tudod? Só, <laughs> igen, igen. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyet be kéne. Uh, Jó pofa, Jó, Tehát nem is nagyjám, ez 7 centi magas. 7 a a kupakkal együtt. 7 centi. Igen. És 4,5 centi széles. 11-16 wattig fifika. az hogy lehet? Van ilyen? 1,6-dóm, ennyit mondok, Kantál. 1,6-dóm fifika. De láttad, hogy ez a, ez a Plex 3D, ez gyakorlatilag ez egy fém lemez. Ez a mesh szövet. Igen. Igen, mesh szerű uh, sztori. Kíváncsi lennék rá, hogy ez uh, MTL-be mit uh, produkál. Bár hálítható a levegő, nyilván egy ilyen light D-jel is kijön belőle. Uh. Na, szerintem rendeljünk. Nekem most uh, reggel tiltattam le a bankkártyámat. Rendeljünk. <laughs> Ez jó. De figyelj, szerintem ott lesznek, uh, nem szerintem, ott lesznek Stuttgartban ők is, úgyhogy uh, elvonod, jó, a figyel... elvonod a figyelmét. ott. Nem, a hülye vagy a pénzért bárki tud. Elvonod a figyelmét, én a kezére, leesik a földre, elszaladok vele és utána valakinek a zsebébe belerakom, és én nem tudom, miről van szó szóval nálam, nincsen? Nálam nincsen? Fogal, sincs. Azt se tudom, miről beszéltek. De ott szalad, ott szalad. Ja. Lesznek ismerős arcok, jócskán, mert ahogy néztem a, az infókat, ugye ott lesznek a. ezek A buszárdóék is, ott lesz a, az én hát nem azt mondom, hogy országos haverom, de szoktunk beszélgetni, meg találkoztunk is már ugye a, a Giorgio-ék Olaszországból. Azt a modot is ajánlanám neked megnézésre minimum, mert nagyon sok fénykép úgy terjed vele, hogy a Dwarvnak a vagy a DL, vagy az mtl éve teljesen mindegy, hogy, hogy, mivel, de, de egy olyan pici készülék, hogy el nem hiszed kazánnal együtt ö, szerintem kisebb, mint egy 18650-es. Ennek Quadro IMO 3. Igen. igen. Szerintem igen, ez 350-essel megy. Úgyhogy ö, azt legalább annyira, hogy, hogy megnézd, hogy ö, mi a túró van, mekkora tud lenni egy, ö, egy mód. Árban szerintem nem is vészes 100 euró pont. 40 mm hosszú fifika, 4 centi, minden el együtt, és 22-es. Úgyhogy szerintem ilyet is fog hozni, ez van, ez a Rhodium Brust finish meg most már van neki részbe is, mert a rész az jó, jó vezet. De láttam én egy másik cuccost, amit most ő csinált, ilyen, nagyon pici, de, de egy Evolve elektronikás, tudod, a nagy kijelzős, színes cuccos, és ez nem a Frame Pro, nem a van -a? Már annyi hülye neve van már, az meg. Mood? Nem mood. Nem tudom. Nem. Ez mégis föns sincs szerintem a weboldalon. Na mindegy. Szóval jó arcokkal fogunk ott találkozgatni. Ha már nem megyünk, nem megyünk. Hova nem megyünk? Tudod, ahol voltunk. Mm, nikotinfest. Nem nikotinfest. Nikotin... Ja, Varsóba. Varsó, igen. Varsóba. Úgy döntöttem, most <coughs> rágyúrok. Kó. Hát így, kó is, meg, meg, meg film is, meg anyám kínja is. Valahogy nem reklámozták meg uh, Éronék se, hogy idén is lesz film, úgyhogy uh, majd most meglátjuk, hogy milyen irányba mozdulnak el a, a filmes vonalon, és jövőre rágyúrhatunk akkor megint tartalomgyártással. Aztán meglátjuk, hogy széna vagy szalma. hályek. Igen. Igen. Na, de hogyha így mod környékén járunk már, akkor van egy ilyen átfűzős blokkunk a az egyik a, és akkor kezdjük a, hát kinek fani, kinek nem, de... <laughs> kinek tetszik, kinek nem. Igen, hogy szembe jött velem egy hír, aztán a lebaszás, hogy én vagyok a magyar elektromos autózás pápája, én erről tudok nekem, ezt ne osszátok meg, különben is, mert az nem úgy van, és jó, nevet nem mondunk, de hogy Dehogy, dehogy, dehogy. Kínában, Sánkhájban egy első generációs Tesla Model S lángra kapott. Ez gyenge kifejezés szerintem a lángra kapott. Eh, inkább azt tudnám mondani, hogy ilyen, ilyen Hellfire rakéta szerűen berobbant a picsába, de úgy, hogy mellette jobbra-barra pa. Tehát az álló autó a parkolóházban és olyan elementáris elő erővel tört föl a láng alóla, hogy tényleg egy pillanatra el megvakultál, olyan fény volt Tehát a, a, kamera, képernyően. a kamera az konkrétan így mutatott egy baszott fehér lapot. <laughs> Igen, először egy bason nagy fehér füst, így hogy ki, aztán pikk a láng, és utána tudod, mint mikor a szúró lánggal, vagy ilyen kumulatív gránát, bazd meg ilyen hatalmas lángcsóvával át éget mindent. Na ez körülbelül olyan volt az autó alatt. És lehet itt izéni vicceskedni, hogy jaj, hát én ezt már láttam, meg nem tudsz újat mondani, meg hány autó, meg értem én, de nem ez az első ilyen eset, ami megtörtént a Teslával. Azt mondják egyébként egy ügyvédi iroda januárban pert indított a Tesla ellen, és hogy állításuk szerint az elmúlt öt évben 12 esetben gyulladtak ki Teslák. Az nem kevés, bakker. És jó, mondjuk mellé tudnám állítani a, a lefullaszthatatlan BMW-t, ami egyszer csak úgy magától, mert az EGR szelep úgy gondolja, kigyullad és percek alatt porráig, de de most itt egy olyan dologról beszélünk, hogy nem hóban, nem fagyba, nem ö, melkasigérő vízben, csak vízbe, úgy, csak úgy én áll én csak ki a teremgarázsban. Igen, tehát úgy, hogy mondják ezt, hogy együltő helyében toppantott, aztán azt gondolta, hogy már pedig én jól fölrobbanok a picsába. És el lehet vicceskedni a dolgot, hogy mert ebből milyen kevés ilyen van, meg mutas még egy ilyet, mert hogy fölgyulladnak a normál autók is, na de hát ez az, amikor ilyen, ez az önhibán kívül, meg egyébként mondjuk, mondjuk el az árát is, hogy 30, de inkább 38 millió forint, ami így hopp egy pillanat alatt el tud égni, és azért az nem olyan komfortos, hogy ki dobsz egy talicskát. -e. pénzt. Így van. És mi van, ha benne jössz? Tehát ugye az, az a, a másik kérdésem lenne így, miután kiégett ez a Tesla, hogy egyet vizsgálta ezt valaki egyébként erre? Van ez az autó amúgy erre fölkészítve, hogy baszki azért egy ö, nem is tudom milyen aksi van benne. Gondolom lítiumos vagy valami. A 20, 20, 27 százas cellák, igen. Hasonló aksi. Vizsgálta ezt valaki, ha ez kigyullad, akkor az utas térre mi történik, vagy hogy is lesz ez, vagy mi merre, hány méter élt lehet, hogy olyat építenek a, az autó alá, mint amit a... Hú, mi a, neve annak? Nem tudom, mert ugye a Hanvit akarják most... Ja igen, 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 igen. A, lecserélik a Hanvikat ezekre a... Nem tudom, ismered ezeket a JLTV-ket. Ez a Joint Light Tactical Vehicle. Ez a több célú katonai... Ö, taktikai Szavítő könnyű eszköz. jármű, igen, tehát ez már tényleg úgy néz ki, mint egy baszom nagy zil, vagy valami, amit hátul kinyitott az ajtót, és akkor így tíz katona hirtelen kirohan belőle a picsába, meg a tényleg olyan magas lövegtornya van, szerintem az van négy méter magasan, de hogy ennek ugye a segge úgy van kiképezve, hogy a, az útra helyezett gránátok, a kumulatív gránátok, a mindenféle pokolgépek, ugye egy ilyen v-alakban van páncélozva, tehát hogy hogyha fölrobban alatta, Gyakorlatilag a, a, az energiát elvezeti az autó széle felé, és nem az van, hogy hirtelen, mint egy konzervdoboz kinyílik a segged alatt a padló. Tehát egy te, te, ilyen extra feature a tesla egy ilyen rúgás menekítő eszköz. Ja. Igen. Na deha, már Tesla. Na deha, már Létium. Oh akkor beszélgessünk a lítiumos, illetve nem csak a lítiumos, hanem úgy egyáltalán az elektromos cigarettában lévő akkumulátorokról. Ez nagyon jó ötlet egyébként, és ö, nem is kéne beszélnünk róla, mert hiszen, ha jól emlékszem, pont kettő darab ö, eléggé kimerítő cikk foglalkozik a weboldalunkon ö, az akkumulátorokkal is, kezdőknek és kicsit ö, a témába jobban beleásni magát kívánó emberek számára, de gyönyörű nyakatekert mondat volt, a mod akkumulátorokkal foglalkozunk sok-sok száz karakteren keresztül, és és tényleg megemlítünk mindent ott, ami ö, fontos lehet, egészen onnan, hogy miért nem veszünk csak sikat, miért nem veszünk olyat, ami ami aminek a nevébe Fire van, és egyébként rá van írva, hogy 8000 milliampere óra, mert hát minél nagyobb az a szám, annál jobban pirít, ezt tudjuk. Annál hihetetlenebb, igen. Igen, tehát nem mind arany, ami fénylik. Fénylik. Meg láttunk mi már olyan aksit, amiben belül a homokkal kitöltve a teret még egy ceruza elem volt benne, tehát gyakorlatilag ennyit bírta a, a történet, meg láttunk itt ö, olyan áramtűrésű cuccokat, ami vetekedett egy ö, egy hegesztő berendezés ö, áramtűrésével, tehát itt ö, 3000 mA-órás 60 amperes címkével ellátott taxi, ami jóha a felét se tudja, de valamiért a, az emberek azzal nyugtatják magukat, hogy ö, hogy tudod, vannak ezek a tartós, meg impulzusszerű áramtűrés értékek, és, és szeretik azt hinni, hogyha elolvassák a, a, a cellán azt, hogy megnézem, mi van ráírva a cellámra. Emek. ó, 35 amper. És szeretik azt hinni, hogy ez a statikus, de nem, ezek az impulzusszerű. Bizony. És akkor ott lehetne polemizálni, hogy az az impulzus mennyi ideig tart meg hogy a hő megfutást bírja-e. És ha megütötted, vajon mi történik vele? Volt egyszer egy videó, amit közzétettem egy uh, Shenzhenben járt ismer, pont a, az FB2 járt kint egy, egy uh, cégnél. Tudod, aki volt a heti meteorba, meg a, uh -huh. a, Saslik Józsi, Plastik Józsi csinálta, a, 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 nem tudom már milyen podcastot, és ő küldött egy videót, ahol mutatták, hogy hogy készülnek ezek a, az akkumulátorok. Nagyon tanulságos volt, hogy tényleg, mint a, az alufólia olyan vékony hártyából tekercselnek föl egy ilyen akucellányi méretű cucmákot, és, és, mennyire sérülékeny egy ilyen. De hogyha az ember nem tudja, mert hát nem érthet mindenhez, kivéve csak Norris, ugye? Akkor legalább annyi, hogy olvasson, és ö, tényleg olyan em, nem olyan embereknek, hanem olyan nyelvezettel próbáltuk leírni a cikkeket, hogy az mindenki számára közérthető legyen, és elmagyarázzuk azt is, hogy ö, miért nem jó mondjuk, hogyha egy ilyen nagyon alacsony ellenállású kazánt rákötsz a mechanikus mododra, vagy miért van az, hogyha rákötöd, akkor te azt hiszed, hogy annyi teljesítménnyel izzítasz a kazánodon, de nem, és elmagyarázódik a cikkben, hogy miért van az, hogy és az aksi is melegedik, mert hát hiszen az, az a fűtőszálladal gyakorlatilag is sorba van kötve, tehát az az, az összeadódik, és, és itt is van veszteség, ott is van veszteség, és hirtelen, ha valaki ilyen belső ellenállás. Tehát, nagyon alacsonyat teker az ember, akkor gyakorlatilag is nagyobb lesz az ellenállása a, az akkumulátornak, mint a, annak a fűtőszálnak, De. Azért én egy picit ö, állítanék fel egy sorrendet ö, ez a, a elhalálozási sorrendben című fejezet. Tehát aki, és akkor most hátulról megyünk előre, tehát a legmagasabb halálozási rátához. Aki nem akar om törvényével foglalkozni, aki nem akar kibebaszott gőzfelhőket eregetni akkorát, mint egy 424-es gőzmozdony, aki csak használni akarja a készüléket, nem akar még plusz beruházásokat magának, akkumulátorokra, töltőkre, azok vegyenek egy elismert gyártótól beépített akkumulátoros szabályozható készüléket. Pont. Lehet az Inokin, lehet az, mit tudom, vaporeszó, lehet az, mondjál még, jó, jó márkájú készülékeket, csárni. Lehet az Hellfire. Oké, okay, van beépített taxis készülékük? Uh, hát úgy van, hogy nem veszed ki. Azt abba töltöd. Uh -huh, uh -huh. De lehet egy no, egy az... iStick, lehet egy Tesla, lehet egy XQ, lehet egy akármi. Tehát ami nekünk nem jó, az lehet, hogy másnak jó. Joytek, így van. Tehát uh, egy uh, ismert minőségi gyártó beépített akkumulátoros készülékével semmi problémád nincsen, földugod, töltöd, használod, szívod, valószínűleg 300 ciklus után elkezd szépen lassan gyöngülni, ne szarjál be, akkor is másfél évet biztos, hogy egy jó készülék elgurul a kezedbe. Aztán majd eldöntöd, hogy szervizeltetet, kicseréled az aksit, vagy veszel egy másikat. Egyébként a másfél év alatt ő szerintem abszolút megszolgálta a, azt a pénzt, amit kifizett érte. 20 ezer forintig bezárólag baromi jó készülékeket lehet kapni, még akár kazánnal együtt is. A következő az a cserélhető, aksis, szabályozható készülék. Ezeket, már egy picit bátrabb embereknek ajánljuk, akik alacsonyabb ellenállású kazánokat használnak, és még, de még mindig nem a, a halálos tartoznak, vesznek hozzá külön töltőt, akár abban töltik, vagy ha jó a készülékük, akár abban is töltheti, de, de még mindig ott van a készülék, mint egyfajta biztonsági ö, kapocs közted és az akkumulátor között. És ugye a legmagasabb szintű az az úgynevezett meha mód, ahol gyakorlatilag egy, tehát egy élő összeköttetésed van egy akkumulátorra, am, amiben neked bíznot kell, hogy az azt a terhelést, amit ráakasztasz direktbe, bírni fogja. <tosz> és Ilyenkor jönnek a problémák, és uh, amit láttunk, legalábbis én, meg a Csárli gondolom, amit láttunk, uh, gatyába kigyulladós, főrobbanós történetet, az mind-mind az alacsony uh, ellenállás és a szarakumulátor kombójából jött össze. Bocs, mindjárt lemerül a gépem, föl kell dugnom csöcsre, különben úgy járok, mint az aksik, oké, okay, megvan. Nekem is egy pöckön van a hangrögzítő, csak szólok. <laughs> Oké, okay, ezt túléltem, pedig Isten bizony, mielőtt beszéltünk, föl akartam dugni a hálózatra. Itt lehet a legnagyobbat hibázni. Kezdőnek soha semmilyen körülmények között nem ajánlok sem felújítható tankot, sem mehamodot. Ezt. Ez egy, ez egy olyan aranyszabály, amit mindenkinek illene betartani, de általában úgy van, hogy kettőt kérdez, és már. Profi. Így van, így van. Hát legjobb esetben kettő. Az egyik az, hogy honnan tudom, a másik, hogy van-e olcsóbb. De a, abból kiindulva, amit most mondtál, ugye beszélgettünk egy pár nappal ezelőtt, van nekem egy nagyon kedves ismerősöm, akivel egyébként van egy szuper titkos projektünk, amit meg kell, hogy valósítsunk, mert Fifika, itt már volt minden. Tehát itt már volt filmrendezés, itt már volt prodjúszelés, itt már volt dokumentumfilmfesztivál, itt már volt tüntetés. Énk valami hiányzik a, tudod, ez olyan, mint az autóversenynél, ez a, ez a nagy három vagy négy, ez az Indy 500, Forma 1, Lőmani 24, amire most gyúr egyébként a, az alonzó is, hogy megszerezze mind a három trófeát, ahol nyert, és akkor neki megvan a, az, ami nagyon kevés embernek, azt hiszem egy vagy kettőnek van meg a történelemben. Szóval vele beszélgettünk, és ö, ő, ő, az, aki, aki olyan kis, kis igényesen ö, nem szereti túltolni, de, de tájfunokat használt, már hogy kazánokat, MTL-be használja, meggondoltan használja, elfogadja az érveket, amiket mond neki az ember, és ilyen cuccokkal tengette a hétköznapjait, és aztán rám köszönt valamelyik nap, és egy olyan készüléket keresett, amit azért kezdette használni, mert hogy mi teszteltük, tudod, mikor volt a pod review, és abban volt az a Ú, uh, melyik volt az, amiben két ilyen kis vékony pálcikát ö, raktunk bele az aksiba? Yes, 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 az a duos, de ki volt az a... Hú, bakker. Tudom. Duos az a, az a, neve, és mondjad, mi van a... a... Melyiknek volt a kavics? Mondja. A, 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 tudod, amit, az a ami szó... szép, ami neked is volt, meg a, nekem is. Hát baszki, ki, meg nem mondom neked. Szórin! Szórin, na, szórin dóz. Igen, igen, a, a szórin, és azt nagyon sok helyen nem lehet mostanában kapni, vagy ha lehet, akkor tengeren túról a francnak van kedve. Annyival postázgatni, meg szenvedni. Úgyhogy azt mondja, hogy olvasott is, tőlünk tájékozódik, és még itt egy kis virtuális péniszmerevítés, hogy mi van, hogy van ki, és miért a legjobb a témában, de a lényeg, hogy, hogy azt mondja, hogy ő a picsába az összes eszközétől megszabadul, mert neki annyira bejön ez a kis cucc, hogy egyet már valahonnan rendelt, és az azt utána valakinek odaadta, de neki, neki, mindenféleképpen kell megint egy ilyen, és hogy hát neki ez hatalmas élmény, hogy milyen egyszerű használni, milyen egyszerű tölteni, már az axiát is magát, nincs vele szórakozás, meg újra tekergetés, meg az anyám kínja. Hát, arra akartam kiukadni, hogy szerintem a világ legnagyobb hibája, mikor egy, egy, egy átszokóval mi jól éreztük magunkat, hogy így elfoglaltuk magunkat, és pöcsömöltünk, hogy hány menetet tekerek, milyen messze vannak egymástól az üvegszálon, milyen üvegszál, de a mostani felhasználók erre baromira nem kíváncsiak. Megveszik, nem, 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 nem. megveszik tehát egy használják. Mosógépet, meg... Egy mosógépet, ha veszel, az se tekergeted, bakker. Igen. Szóval, szóval, ezt így, így szeretik ezeket, a, ezt, ezeket, az out of the box dolgokat, hogy megveszem, megtöltöm, föltöltöm az aksiát, használom, ha kazánt kell cserélni, kicserélem, és ő, ő, őt ennyi érdekli. Tehát, hogyha tényleg az van, hogy elkezded neki magyarázgatni, hogy figyelj, csak egy csavarhúzó készlet kell még, és ezt fel tudod újítani, meg nem érdekli. Fifi, a baromira nem érdekli. Ezzel viszont látod boldogabb. Pedig használt ő is, meg, megmutattam neki, átjött, megtekergettük együtt, meg tudta csinálni. De azt mondta, hogy neki az élet millió és egy területén sokkal fontosabb dolgok érdeklik őt. Ez neki tényleg, tudod, valakinél az autó A-ból B-be és megfelel a 28 éves Kispolski, valakinek meg kell a Maserati, mert hát na, mit tudom is én miért. Na figyelj, lehet, hogy én, én azért még ajánlok neki, majd küldök át neked egy linket, mert lesz nekünk is hasonlóan jóságos készülékünk, és hogyha ő mondjuk MTL-be használt jó készülékeket, akkor az bátran merem neki ajánlani. Na, ezt majd mondani fogom akkor neki. Na, de hogy elkanyarodtunk kicsit a, az aksis témáktól, tehát nem is aksis, módos, módos aksis témáktól, és mondtad itt a, az akkumulátorokat, meg hogy mennyit bír, meg mit tudom is én. És ezért szeretem nagyon például a, a ugye én direkt uh, Dani Dikódes Dani, hát elektronikával vettem a HF-et is, és pont azért nagyon jó, mert hogy hogy az egy olyan csalóka dolog, hogy uh, neked az aksidban most mondjuk 3,8 vagy 3,7 volt van, az a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy terhelés nélkül mennyit tud az aksid, mert hát az, igen, van egy autóm, amiben nincs üzemanyag, de egyébként szép. Na. Ez is olyan. A decodesz viszont kiírja abban a pillanatban is, mikor tüzelsz, vagy megnyomod a, az izzításnak a gombját, hogy mekkor, meddig térdel be a cellád. És ugye, mikor te meghatározod a készüléknek, hogy hogy, hogy már pedig lemehet 2.9-ig, vagy 2.5-ig, akkor ugye mindig a térdelős feszültséget nézi meg, és azt mondja, hogy na, most van lóbateri. A kettőnek a deltája az nagyon jó arányszám, egy nagyon jó mutató, hogy mennyire öreg, mennyire rossz, mennyire haszna vehetetlen már az akkumulátorod, mert, hogyha nagyon nagyot térdel, és mondjuk most, ami a kezemben van, nyomom 3-7-ről 3-6-ra, megint nyomom 3-7-ről 3-5, megint nyomom 3-6, tehát nem térdel nagyot, de voltak itt olyan cellák, amiket megnyomsz, és azt mondja 3-7-ről, hogy 3-2. Az annyira nem fani. Ez arra jó, hogy utána berakod egy olyan aksi töltőbe, mondjuk a litokalába, vagy a a, a SkyRC, ami nekem van, ami meg tudja mérni az aksinak a belső ellenállását. És ha olyan a belső ellenállás, ami már nem szimpatikus, akkor bizony, hát na, ez nálam a, az egyetfejlődésben úgy van, hogy megjönnek az új aksik, akkor jönnek a párba mert hogyha két ö, aksis modot használsz, akkor ö, nagyon jó dolog az, hogyha még van egy ilyen belső ellenállás mérőd, még a használat előtt meg tudod mérni, hogy na mennyi, körülbelül összepárosítod a, 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 megfelelő aksikat, és legyen egyidős, egyszerre legyen töltve, egyszerre legyen kisütve. Mert hogy ugye ezek a lítium-ion aksik olyanok, mint, mint két haver, akik húznak mondjuk egy kocsit. Szeretnek egyszerre Szeret, ugyanúgy húzni. Szeretnek egyszerre ugyanúgy húzni, viszont ha te el vagy fáradva, meg én ö, nem vagyok elfáradva, ugyanúgy húzzuk a kocsit, csak te nem erőlteted meg annyira magadat, még jobban ellustulsz, a másik jobban fog merülni. Tehát ö, ezért van az, hogy nem az volt, hogy csak kikapok két aksit, és belerakom a akármilyen módba, amiben egyszerre használom, hanem föl kell címkézni, hogy, hogy azokat ebben használom, egyszerre töltöm, egyszerre merítem, ugyan azokat az aksikat használom párban, és akkor jó eséllyel megtartják magukat. Ezután jön az a széria, amiket ilyen egy aksis modokban használok, vagy mikor ezek elkezdenek elmászni egymástól, akkor jó, akkor a következő fázisban jön a, a az egy aksis mod, és ö, amikor meg már ott is nagyot érdel, akkor jön a virtuális elfekvő, ami nálam azt jelenti, hogy aksit nem dobunk ki, nem hagyunk hátra senkit, ez olyan, mint a ranger a hadseregbe. Úgyhogy nálam gyarapítják az akkumulátorral működő kézi zseblámpák celláinak a népes táborát, ahova még pont bőven jó, és pont leszarom, hogy, hogy maximális fényerőnél másfél órát tud, vagy egy óra húsz percet, ott szépen betárazó még megvannak a, a leges legelső szürke Panasonic aksiaim, fifika és olyan tökéletesen működnek a lámpákban, hogy azt rajzolni nem lehet. És és az mikori 2011. es Na nyolc éves, akkora oda pont jó. Néha elindítok a, az axi töltőn, tudod egy ilyen ö, tudja ezt a frissítés ciklus mikor ö, feltölt, kisüt, feltölt, kisüt, és akkor ezt megcsinálja kétszer-háromszor. De itt is ugye figyelni kell, hogy hogy sütsz ki, tehát nem úgy, hogy csak úgy, úgy hirtelen lemeríti, mert meg tudod adni a, a SkyRC-nél is, hogy milyen kisütő árammal terhelje a cellát, meg tudnék adni ott is bőven a határát, hogy legyen mondjuk merítset két amperrel, pillanatok alatt lemeríteni, de érzik is az ember töltéskor is, meg kisütéskor is, hogy melegszik az aksi, nem jó az, hogyha hogyha direkt nagy árammal töltjük, vagy kisütjük, mindig a lassabb töltés híve voltam. Tehát nekem a, ezek a nagy áramtűrésű cellák is 0,7 amperrel vannak folyamatosan töltve. És, és ugye beindul mellette azért a hűtőventilátora is a magának a, a, az akkumulátor töltőnek, amivel hűti az aksikat is, meg a saját elektronikáját is. De bőven elmondhatjuk, hogy Gyakorlatilag, igazából a piacon van talán két, három, négy nagy név. Tehát a Samsung, a, hogy mondják, Sanyó vagy Sanyó? Hát, ez, figyelj, én gyerekkorom óta Sanyónak mondom, igen, most, hogy nekem Sanyó. Igen, marad. neked is voltak a Sanyó rádiótok. Jó, tehát akkor ott igen. van a Samsung, a Sanyó, a Panasonic, az LG, a, a a Sony, MNKE és ezeket van egy csomó cég, aki, aki átfóliázza. Vagy azért fóliázza át, mert saját brand és, és milyen menő az, mert valaki tényleg csak fóli alapján választ. De, de ugye az AVT nem is AVT, mi volt az? A, az AV-aksik. Ugye, amit mindenki tudja, hogy milyen aksik, azok semmi extra nincs benne, csak az az ember, aki ezeket csinálja, az kiméri ezeket a belső ellenállásukat, a, a, az aksikat osztályozza, és tényleg a normálisabbakat fóliázza be, és kerül rá az AV hologramos matrica, amit még arra is volt precedens, hogy itthon is hamis aksikat árult valaki, de ebbe ne menjünk bele, az idő megszépíti a sebeket. Andort kéne kérdezni, hogy ő belefutott-e ilyenbe, ha nem, akkor küldünk neki, eredetit is, meg utángyártottat, kamut is. Emlékeztetőt. Fénymásolva. De, de csomó cég van, tehát az fs is ilyen, az MXJO, előttem talán pont az van, igen. De a, a Key power is, a, az Eagle tech is, a, a Bázen is, más csinálnak. Megveszik, átfóliázzák, saját néven árulják, szívük, lelkük, joguk rajta igazából. Így van, és az is lehet, hogy a <kül> megadott tűrésből a, a, jobban hangzókat fogod látni. Tehát például a kezemben nekem járt olyan eredeti Bézen aksi, ami azt hiszem impulzusra tudott 80 ampert, amit én mondjuk így első ránézésre azért csóváltam a fejem, tehát Egyrészt, baromi nehéz összehozni 80 ampert, másrészt pedig ugye ott a, a nem, nem impúzus érték, az azt hiszem, hogy 35 amper volt talán. És az is lehet, hogy ugyanaz az akkumulátor, ha az eredeti gyártójét vennéd meg, nem bírna ilyen hihetetlen értékekkel, hanem csak mit tudom is, én azt mondják, hogy 25 amper a szavasz. Hát igazából ezért is van az, hogyha valaki mondjuk egy ilyen over 200 wattos cuccot használ, mert mondjuk a, az Ivovnak is van ilyen elektronikája, akkor baromi jó eséllyel abban nem ilyen litium-ion aksikkal fog találkozni, hanem beépített litium cellákkal, amiket aztán tehát ilyen iszonyat áramtűrés, tehát lökésszerű 40C kisítő áramba tud 20-25C-t, ami, ami, kurvára nem ritka. Meg, meg, ugye abban már balanszeres töltés, meg az anyám kínja, és azokat nem is lehet kivenni, azért nem az azért mindenki gondoljon bele ebbe a kurva, kurva vadhajhászásba, hogy egy egy 0,1 ómos uh, ellenállású fej, hogyha 185 watton tekered meg, az 43 amper. Érted? <laughs> 43 amper. Elméletben Tehát, hogy, hogy igen, de hogy nekem mindig az van a fejemben, elméletben, hogy, elméletben. Hogy, hogy használod te a készülékedet. 12 watton, meg használja valaki más a készülékét 80 watton. És hogy jó, legyen az élmény ugyanaz. Mert hogy neked az íz fontos, elégedett, vagy neki a gőz fontos, elégedett. De hogy ez pont olyan, mint, mint egy amerikai benzinfaló V8-as, meg egy japán 900 köpcent is háromhengeres valami, hogy te attól vagy boldog, hogy sokat fogyaszt, és rotyog a motor, a másik meg attól boldog, hogy 8 deciből elmegy 2000 km csak most bődületesen hülyeséget mondtam, de te érted, ez is olyan. Az akkumulátorod, a fizikát meghazudtolni nem tudod, az nem fogja tovább bírni. Persze, tovább fogja bírni, több cellád van benne, nagyobb ö, teljesítményt tud leadni, akkor nyilván tovább bírja, de hogyha azt levetítjük egy cella per üzemórára, az baromira nem ugyanaz lesz, mint mondjuk Ficsor Zoltánkai, aki meg két napig használja a nyolc és fél megveszekedett vatton a készülékét, mint annó mondjuk a Vivinovákkal a gyári 2.4-es vagy 2.6-os tekeréseket. Higgyétek el emberek, voltak ilyen ellenállások. Vol, és akkor is voltak uh, véperek, <coughs> ezt ne felejtsük el, akkor is uh, át tudtak uh, lovagolni a cigarettáról, az elektromos cigarettára, és uh, barom érdekes volt, hogy senkinek nem hiányzott ez a kibaszott uh, óriási gőz. Nem, Ez fi, egyébként fi egyébként hiányzott. a vad, vattával jött. Igen, Tehát de hiányzott, az... mert hogy visszanézek rendre több éves videókat, és hogy ú, oda nézzetek, milyen gőze van, és tudod, egy ilyen jól megtekert, újra tekert Vivinova fej, vagy egy jól megtekert Eternity, amiről beszéltünk múltkor, egy jól megtekert akármi, és hogy nem volt nagy a gőze, de a többihez képest nagyobb volt, tehát így hú, mekkora! És most meg így ránézel, és így ö -ö 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 így elkuncogod magad, hogy igen, akkor még, ja, valószínű, hogy az még nagynak számított, most meg már inkább ö, ö, körbenézni, hogy működik ez, vagy mi van ezzel? Hát de akkor még az volt a truváj, hogy nagyobb ö, füstje van idézőjelben, mint a ciginek, érted? Igen. Tehát Az volt a kiindulási pont. Na most ettől Mert már nem tudom, hogy hol vagyunk. Hát meg emlékszel, hogy voltak olyan voltak olyan júzerek, hogy azt azoknak mondjuk, akik ilyen nyúkamerek és nem tudják, hogy mi az, de voltak olyan tekerések, amik nem az volt a cél, hogy minél alacsonyabb legyen, hanem hogy minél magasabb legyen. És volt itt öt, meg hatómos ellenállással tekert kazán, amit használtak egyébként. Bizony. For your information. És, és igazából akkor a, a Szent háromság, mert most úgy, úgy néz ki, mintha a Szent háromságból a gőz felé el, elmentünk volna, érted? Tehát ha most kinyitom a, a 8 évvel ezelőtti uh, Szent Gőzlér könyvet, akkor a Szent Háromság az Ízgőz TH volt, hogyha még emlékszel, gondolom te is rá. És uh, most, mint a gőz felé mentünk volna el, az ízt azt baszott mennyiségű aromával és édesítővel pótoljuk. Fifika, ez a... egyébként pont olyan, mint a fotósoknál a, ez a izó shutter speed, vagy a fasz, várjál. Mm, izó rekesz zársebesség arany háromszög. igen, Tehát igen, igen, Itt igen, is igen, igen. TH. Izó rekesz zársebesség. És Ebben a háromban kell úgy mozogni, csak ők. A, a fotónál a fizikát nem lehet átverni, addig itt az ember tud ö, ideig óráig csinálni olyan dolgot, amivel be tudja másítani. Nem fogja hogy... megbaszni a fizikát. Biztos vagyok benne, mert előbb-utóbb érted, aki sokat jár a 0,1 óm alá, az előbb-utóbb rábaszik, érted? Tehát remélem ócsó a fogász felé, vagy kivehető fog. Jaj, fogadni. ezt mindig elmondjuk, és mindig azt mondják, hogy madárkodunk. Igen, igen. De hát, na, és akkor majd, és, és mi mindig azt mondjuk, amikor bekövetkezik egy ilyen, mi szóltunk, megmondtuk, hogy ez lesz. Az a kérdés, hogy menjünk-e a következő témára, vagy azt tartsuk meg jövő hétre? Tartsuk meg jövő hétre, szerintem húzzuk be a, a kisrácsos, húsvéti locsolós kertkapunkat. Nem utolsó sorban szeretnénk megköszönni a támogatóinknak a támogatásukat. <Sessz> Ezúton is szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, hogy hétről hétre segítik a munkánkat. Nélkületek is menne, de lényegesen nehezebb volna. Ha nem tudod esetleg, miről beszélünk, olvasd el a sónóczt, keresd a narancssárga patreon téglalapot, és kattints rá. Még egyszer köszönjük. 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 Upgradeltem a, a csomagot, mert most annyi, amennyit fizettem idáig, valami nem tudom milyen akció volt, és most ugorj bele a fullos csomagba úgyhogy Audition, Photoshop, Lightroom, Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, az anyám kinyom, mind itt van a gépen, természetesen egy éves rabigával, de de valamiért most ezt ugyanannyiért adták, mint annó azt a, azt a három programot, amit használtunk itt a podcast utómunkálatokhoz. Úgyhogy ennek igazán örülök. Tényleg köszönjük szépen a támogatóknak. És akkor a jövő hétre kitalálunk valami új tartalmat, majd amivel a kezdőket egy kicsit fel tudjuk hozni. Belinkeljük majd a mostani adásmenetbe. A, az akkumulátorokkal kapcsolatban van egy nagyon jó weboldal, ahol tényleg csak a, a, az aksikkal foglalkoznak, de olyan szinten, amilyen szinten mi sosem foglalkoztunk vele. Ők ők tesztelik a, a, az aksikat, az töltőket egy baromi jó oldal, ahol, ahol grafikonon le van vezetve a mérési eredmény, összetudsz akár mondjuk két cellát hasonlítani, hogy neked melyik lenne a jobb, ha tudod, hogy milyen ellenállás értéken használnád, akkor még azt is be tudod állítani rajta, vagy látod, hogy milyen áramtűrésnél mekkorát ejt. Tehát, hogyha te tudod, hogy nagyon alacsony ellenálláson használnád, akkor ilyen elméleti áramértékeket ki tudsz számolni, és látod, hogy, hogy mekkorát és hol térdel az, a, az az akkumulátor, és le is vannak tesztelve ezek. Ott vannak, amit nagyon szeretek benne, hogy, hogy a, az, akum, az eredeti akkumulátorok ismérvei is ott vannak, és ilyen egész közeli már-már már makrofotókkal is, hogy honnan ismered meg a Sony eredeti VTC 5 a felső pozitív kupakját, hogyha nagyítóval benézel alá, ott milyen lézeres gravír van, meg hány vágás van fölül, gázelvezető, meg meddig van csomagolva, tehát ez arra is jó, hogy valaki körülnézze, hogy mi lenne neki jó, vagy arra is jó, hogy megnézze, hogy mit tud az ő aksia, úgyhogy az belinkelem, mert ilyen nagyon bonyolult, ilyen Ligte kötőjel info.dk, de a ligtében az i, az y, szóval bonyolult, be lesz linkelve. Nem egy, nem egy, na ezt írt föl barát. Igen, ez egy user-friendly link, amit ha el lehet cseszni, akkor mindenki el fogod cseszni. Illetve belinkelem majd akkor azt a, azokat a cikkeket is, amiket mi összegyűjtöttünk mod, aksikkal és aksikkal kapcsolatban is úgy átfogóan egyébként a a weboldalon, aztán onnan lehet tovább navigálni mindenfelé, amilyen téma érdekli az embert. És uh, itt szeretném megköszönni külön Don Kartársnak, aki az utolsó két epizódot már ő, hát nem már ő, hanem ő vállalta, hogy ha más nincs, akkor egyedül, tehát még mindig várjuk azokat az emberkéket, akik uh, segítenének a szöveges átiratában, hogy ne csak látó és halló társaink tudjanak okosodni a beszélgetésünkből, vagy éppen csak szórakozni, hanem azok is megismerkedhessenek az elektromos cigi vonallal, akik mondjuk hallássérültek. És nekik megcsinálta ő az utóbbi két adásnak is nem kevés munkája volt benne, mert valami két-három óra egy ilyet megcsinálni, de a, a szöveges átirat, tehát érdekle, érdekes egyébként úgy olvasni, ahogy beszélgetünk egymással, Fifika, hogy, tehát így olvasod, hogy Charlie, blablabla, Fifika, blablabla. más, mert tényleg más élmény, de... de na. Uh, Egyszer ebből ilyen inverse színdarabot fognak uh, írni. Igen, ahol mindenféle hangsúly és ö, ö, egyéb vicces dolgok hiányoznak, csak leírva, hogy fifikat egy hülye vagy, nem Charlie, te vagy a hülye. Amit nem jön le egyébként a szövegből a hangsúly, de, de azért valahogy el tud indulni az is, aki, aki egy kis hátrányjal van a többi emberek felé. De mi így próbálunk feléjük is nyitni, hiszen az elektromos cigaretta az nem válogat mindenki meg tud bele szabadulni a hagyományos cigarettától, meg most már lassan tőlünk is, mert hogy tényleg húzzuk be azt a kertkaput, és aztán találkozunk jövő héten. Örülök, hogy itt voltatok, meg annak is fifika, hogy beszélgettünk, gyúrjál a horkolásmentességre, és találkozunk jövő héten. Sziasztok! Egy élmény volt, sziasztok!